Emil Russo tanítványai szinte átgázoltak a magyarokon az első szedben. Már 8 pont is volt a két csapat között, amikor kezdett magára találni a hazai alakulat, és szép lassan 3 egységre közelítette meg a franciákat. A vendégek végül simán hozták a szettet. A második játékrésznek csak az első fele volt izgalmas, 2-3 góllal jártak előrébb a gallok, majd a magyarok teljesen elvesztették a játékritmusát, és végül 10 ponttal 25-15-re veszítették el a második etapot is. A harmadik szedben Jan de Brandt új sort küldött pályára, aminek köszönhetően alaposan átalakult a játékképe. Ám hiába szedett össze 8 pontos előnyt a magyar csapat, a franciák 25-23-ra nyerték az utolsó játszmát is, ezzel második 3-0-ás győzelmüket aratták a tornán. Sajnos vereséggel zárult ez a mérkőzés, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, hiszen a franciák nagyon jól játszottak, és hát, mint említettük, nem erre, ezekre a meccsekre készülünk, hanem az Európa-bajnokságra, szóval ez az eredmény, hát jobb lett volna, ha egy kicsit többet tudunk nyújtani, és megmutatni, hogy mi a valódi formánk, de ez nem így sikerült, de úgy gondolom, hogy nem most kell, hogy kijöjjön ez. A görögök és a franciák elleni mérkőzések után a magyarok szövetségi kapitányának már vannak elképzelései a 14 fős EB keretről. Egyre tisztában látom, hogy kiket válogatok be a csapatba az Európa-bajnokságra. Tegnap is nagyon-nagyon ügyesen játszottak a lányok, és ma is megmutatták, hogy mire képesek. Maximum olyan változtatásokat eszközölök ki, amelyek a cserejátékosainkkal kapcsolatosak, például, hogy szükségünk lesz-e cserére a blokkolásban, vagy bármilyen más pozícióban. A magyar válogatott hétfőn szünnapos, így Bodovics Hannáék a lelátóról figyelhetik a Görögország, Szlovénia és a Spanyolország, Franciaország összecsapásokat. A Szavária kupával Aréna című sportműsorunkban is foglalkozunk.